Üdvözlök mindenkit, Nákrokrim vagyok, jöjjön egy kis Destiny, mert megígértem, mert szeretnék ezzel kapcsolatban is videózni, és remélem jól fogjátok fogadni, de első, minden, minden sorjában, úgyhogy első lépésként szeretném uh, elmesélni Destiny 1, Destiny 2 történetét mindazoknak, akik érdeklik, és esetleg eddig még nem értették, hogy miről van szó. Úgy gondolom, hogy egy elég érdekes um, története van, továbbá az utazót körülölelő misztériumokkal is szeretnék foglalkozni, de ez attól függ, hogy mennyire fér bele ebbe. Videóban, de egy másik videóban erről mindenképp, mert úgy gondolom, hogy egy érdekes ö, téma. De addig is, addig is ö, jöjjön a Destiny 1-2 története. Spoiler-alert, megint csak mondom, azoknak, akik nem játszották ki, de azoknak, akik kiátszották és kíváncsiak, mert valamit nem értettek, akkor most nagy vonalakban, tehát kiemelem, nem részletébe belemenően. Nagy vonalakban szeretném elmondani, hogy mi történt Destiny 1, Destiny 2-ben, és ja, a további videóban pedig mindenféle másról fogunk beszélni. Nos, nem is nagyon húznám az időt belé, és a közepébe. Kezdjük valahonnan onnan, ugye, hogy a 21. században az emberiség felfedezett egy nagyon furcsa em, tárgyat, ami bolygóról bolygóra halad, Jupiter, Mars, Vénus, stb., és terraformált ezeket a bolygókat, és a végül ugye, Jupiter-Vénus elment Marsra, és a Marsra elküldött az emberiség három képviselőt, hogy hát kontaktot csináljanak ezzel a fura tárgyal, és ez a furat tárgy igazából egy ilyen mini bolygó volt, ugye, és akit az utazónak hívtak, és az utazó ugye terraformálta a bolygókat, és az emberiség ki akarta deríteni, hogy Ellenséges vagy nem ellenséges? Na most kiderült, hogy nem ellenséges, és az utazó fogta magát, és egyenesen a földre ment ezekkel az emberekkel, és onnantól kezdve az emberiség számára elindult egy olyan kor, amit úgy neveznek, hogy az aranykor, tehát Golden Age angolul, és, és az emberiség felvirágzott tudomány, űrkutatás, és minden téren, és elkezdett kinyitni a naprendszerünk felé, és azon bolygóit is, hogy is mondjam benépesíteni. Szóval eléggé nagy tudományos fejlődés jött létre. Ugyanebben az időben az emberiség létrehozta az exókat, ők ugye a, képviselik a Hunter class két nevezetű és fajtársai, tehát a robotokat a Destiny 2 ben ugye létrehozták az exókat, az ő szerepük valamikor ugye az volt, hogy az emberiség védelmét szolgálják, harci robotok voltak. Ugyanezek mellé létrehoztak egy bizonyos magasabb szintű mesterséges intelligenciát, közöttük az egyik nevesebb Rasputinnak hívták, erről csak azért mondom, mert erre vissza fogunk térni, azon belül pedig létrehoztak még ezen időszak alatt olyan gépezeteket, amelyek képesek voltak bármilyen anyagból akármit létrehozni, tehát egy anyagból építeni valamit, tehát beszippantották és építettek valamit, és ezeket a gépezeteket, a gépezeteket használták arra, hogy a bolygókat gyorsabban tudják terraformálni. Ez, ezt is azért mondom el, hogy ö, ezen belül, hogyha ezt a gép valamiért, valamiért rossz kezekbe kerül, ezek a gépek bármit képesek voltak megcsinálni. Tehát amennyiben tudtak építeni, annyiban tudtak ö, pusztítani is. Nos, ugyanezen időszak alatt is az emberiség fejlesztett egy olyan fajta, aminek az a neve, hogy vex, ők azok a nagyon robotok, ugye egy nagyon intelligens faj, ami ennek az érdekessége az, hogy ők annak ellenére, hogy milyen intelligenciával írnak, idő és tér manipulációt képesek csinálni, ennek ellenére ez a robotikus faj hisz abban, hogy öm, minden előre megvan van írva, és az emberiség ugye szeretett volna kutatásokat végezni mindezen a faj, ez, ez, ezen a fajon is, erre is közé. Később ez Később ez is abból gyakerezik, hogy a Vex ellen, és a Vex ellenünk sokat harcol, ugyebár. Nos, Ezután jött egy ilyen esemény, amit úgy hívtak, hogy collapse, tehát így az összeomlás. Mert hogy kiderült bizony, hogy az utazónak van ám egy ellensége, egy ilyen hősi ellenség, akit a darknessnek hívnak, tehát a sötétségnek. Na most semmit nem nagyon tudni erről a sötétségről, és nem sokat tudni magáról az összeomlásról is, csak annyit, hogy egy nagyon nagy háború volt, és a sötétség úgy nézett ki, hogy nyerésben van. Ugye bár a sötétségre visszatérünk, majd a videó vége felől, hogy rámegyünk Destiny 2-re, ugye gyerésben van, és az utazó utolsó védelemként a földre húzódott konkrétan, és ott visszaszorította a sötétséget. Nos, és ugye ugyanezen háború alatt, és most jön képbe Rasputin, hogy ez a mesterséges intelligencia, amiből amúgy hat ilyen volt, de hogy volt a leghíresebb, mert ő maradt meg utolsónak, az emberiség védelmét szolgálta volna, ugye? De egy probléma volt vele, hogy az utolsó ilyen csatában Rászputyin egy visszavonulót fújt az embereknek, ugye? Az utazó alá, és azzal a visszavonulóval ő konkrétan el is hallgatott, tehát azt hitték, hogy megszűnt létezni, elromlott, stb. Ezáltal nagyon ö, kiszolgáltatva az emberiséget és az utazót ugye a sötétségnek és ezen visszavonuló alatt, amit utolsó parancsával Rasputin adott, rengeteg embert veszített a földként, konkrétan az emberiség majd hogy nem elpusztult és ö, rengetegen maradtak az űrben, hátrahagyva és ezek a, az emberek, akik ott maradtak hátrahagyva egy sugárzásnak ki, a sötétség sugárzásának lettek kitéve, és megszületett egy uh, új faj, az Awaken um, uh, nevű faj. Ők ugye a um, Zavala leszármazottai, tehát ha így veszük, ugye az exok a Kate 6 nek a, az ága, az Awaken, a Zavalának az ága, és így tovább, és így tovább. Na most, ők lettek az Awaken, tehát ők így születtek meg, hogy a sötétségnek lettek üm, ki kisugározva. Na most ugye, az utazó visszahúzódott a földre, üm, és utolsó erejével még visszanyomta a sötétséget, és egy ilyen, hogy is mondjam, üm, apró kis csatát nyert meg igazából a háborúban, és utolsó lehelletével mielőtt uh, konkrétan elhallgatott volna, ő is utolsó lehelletével megkreálta uh, a szellemeket, ezt a kis, nagyon idegesítő beszélő robotokat. Szóval, akiknek a feladata az volt, hogy felkeressenek réghalott harcosokat, és ezen harcosokat felé leszék, és az utazó védelmé ül, és az emberiség védelmébe szolgálatába állítsa őket. És itt jövünk mi játékosok, ugye őrzők, gardienek a képbe, innen indul a Destiny 1 konkrétan, hogy te felkelsz, és az első uh, enemy, akit meglátsz, az uh, a Fólen lenne, az is egy uh, Földön kívüli faj, akik az utazóra hajtanak, és az ő erejére, a lightra uh, azt akarják megszerezni, úgyhogy Destiny ben ők az első egyik enemi, akit uh, le kell győzni, le kell győzni a bosszát ahhoz, hogy uh, felszabadítsd az utazót egy veszély alól, de kiderül, hogy az ugye az utazó, az meg van sérülve, és akkor őt el kell győzni, meg kell gyógyítani, és ebben a pillanatban uh, különböző feladatokat a DJC-ken keresztül végre kell hajtanod ahhoz, hogy az utazó elkezde gyógyítani önmagát. És ezen út alatt ismerkedünk meg a fajjal, mint a HIV-val, akik a holdon élnek, a hold, uh, hold mélyében, barlangokban. És ott készítik elő a támadásokat az utazók és az emberek ellen, miközben megpróbálnak megidézni egy istenséget konkrétan, és ez az istenség vezet későbbiekben a The King nevű dlc ami egy elég jó sikerült DLC-nek mondják a Destiny 1-ben, bár ugye én az elmeccsottam, mert PC-re nem volt. Aztán megismerjük természetesen a Kabalt, akit lerohanták. A a, a mars addigra, és végül harcolunk a Vénuszon, a Vex ellenés, és mind ezen események vezetnek ahhoz, hogy um, az utazó elkezdje öngyógyítani magát, tehát mind ezen eseményeket le kell győzni, továbbá oda vezet a Taken king uh, konkrétan, ami egy, az is egy istenség lenne, akinek a célja tulajdonképpen, hogy uh, a legyőzött enemit a, akit ő legyőzött, a saját oldalára állítsa, még pedig úgy, hogy átváltoztatja őket, és ezáltal egy hatalmas hadsereget hozott létre, ami a kombinációja mindenkinek, akit legyőzött, tehát Fallen Kabalt, mindenféle um, enemit megtalálsz a hadseregében, és ő a Destiny egyben az egyik legnagyobb boss, és a, egy bizony, a, a, rédeken, bizonyos rédeken többször és többször legyőzött, mert hogy miért nem, mert hogy rédet csináltak belőle, de a történet szempontjából annyi, hogy ő jelenti, Destiny egyben az egyik legnagyobb veszélyt az utazóba, és ugye végül, mit nem ad az Isten, hát ö, őt is le kell győzni. Na most, ö, ugye, és mint ezt mind megtesszük, legyőzzük, Azután uh, úgy néz ki, hogy hát minden rendben van, és a sötétség messze-messze van, uh, végre felszabadítjuk a naprendszerünket, és uh, ugye az utazóval nyugodtan és békében élhetünk a The Last City-ben, vagyis az utolsó városban az utazó védelme alatt, és minden happy. És ekkor lépünk ugye be a Destiny 2-ben, ahol gól nevezetű Kabal főellenségünk van, hát én ettől kicsit nem, nem este annyira hassa, de viszont ami, ami jó volt benne, hogy magát a kabalt, mint fajt, ugye jól felépítették, és nem gondoltad volna Destiny egy eseményei után, hogy egy ennyire um, talpra esett fajról van szó, mivel a Destiny 1-ben akkora hangsúly nem volt rá rajtuk, csak annyiban ugye, hogy a Marson próbálták ők is uh, ugyanúgy megszerezni... Um, a kulcsot az utazóhoz és az utazónak az energiához, de akkor a vizet nem zavartak, hogy igazi nagy figyelem legyen rajtuk, és most ugye a Destiny 2-ben egy elég nagy erős intróval léptek oda, ahol ez a vezető összeszedte mindenkiét, ami volt, és nekivágott a, a Last City-nek az utolsó városnak, és, és fogjul konkrétan ugye az utazót, és azzal, hogy ejtette, elvette a, a fényt, a lightot az utazótól, és a fényt ugye kiragadta vagyis a szellemet kiragadta um, belőled, mint, mint um, Guardianből, és konkrétan ugye ott hagyott meghalni, hogy a hadserege gólnak lerohanjon titeket. Na most ugye kérdezhetitek itt, hogy maga a Guardian és az őrzők hogy élhetnek fény nélkül? Élhetnek, de az a bónusz elvezet, elveszett tőlük, hogy újra élethetnek. Szóval egy életük van, és semmi más, és ezáltal a kabal hadseregnek elég nagy ereje volt ahhoz, és jól képzettek voltak ahhoz, hogy simán ledarálják az amúgy már elpuhányodott őrzőket, akik mindig hozzá voltak ahhoz szokva, vagy újra meg újra születnek. Szóval itt úgy indul a játék, ugye, hogy egy életed van, és arra nagyon vigyázni kell, mert ha meghalsz, akkor végleg meghalsz. Nos, ez persze természetesen folytatódott azzal, ugye, hogy megtaláltuk az utazónak egy darabját, és utazónak ezen darabjából megkaptunk egy darabocska ilyen fényt, ami a mi szellemünk már újra tudott minket éleszteni, úgyhogy az egy dolog volt, megkaptuk az első képességünket, és ugye a játék további során megkaptuk a további két képességünket is amit választottunk, ugye az utazónak egy ilyen leesett szilánkjából, darabjából. És természetesen, amit ülöl itt a Destiny szó, szóval szépen metodikusan végre kell hajtsunk feladatokat ahhoz, hogy eljussunk a bosshoz. Na most ezen feladatok végrehajtása közben kiderül, hogy um, gólnak van egy fegyver, amit ő maga tervezett, amit úgy, hívják, úgy hívnak, hogy a pusztító. Na most ez a pusztító pusztítónak hívták? Nem sem emlékszem. A lényeg az, hogy ez a fegyver a napokat képes elpusztítani, és gólnak konkrétan az a célja, hogy az a célja, hogy elvegye azot az utazótól az a fényt önmagának, és elpusztítsa a napunkat, ezáltal konkrétan kihalásra ítélve az egész naprendszert, és itt mutatkozik meg végül is a kabának az igazi ereje, hogy milyen gyorsan és precízen képesek voltak létrehajtani egy ilyen akciót, és öm, veszélyeztetni konkrétan az összes fajta ki ebben a naprendszerben. Él. Na, most, első feladatként, mivel hogy csak nekünk van meg a fény, és ez zavallának se készen senkinek nincs meg a fény, csak nekünk van meg a fény. Ezért mi vagyunk a nagy hősök, akik képesek eljutni odáig, hogy megállítsuk ezt a nap pusztító fegyvert, és eljutunk oda, megállítjuk a nappusztító fegyvert. miközben ugye gól a megszállottja lett konkrétan az utazónak, és annyira kétségbe esettem már, úgy, érzi, úgy érzik egy kicsit, hogy kétségbe esettem próbálja megszerezni a fényt ezzel a megszállottsággal, és ugye fogva tartja a prédikátort, a prédikátor a Destiny egynek egy főbb figurája volt, aki a, hogy is mondjam, a, az utazanok a szavait fordítja le. Na mindegy, szóval ő fogja tartja ezt a prédikátot, és prób tehát konkrétan már úgy a megszállottja lehet az egésznek, hogy nem a céljára figyel, nem arra figyel, hogy megragadja a célt, amiért ő a földre jött az utazóért, hanem uh, inkább megpróbálja megfejteni azt, hogy mit akarhat tőle az utazó, pedig az utazó csak a szabadságát akarná visszanyerni, és nekünk visszaadni a fényt, és a többi. És uh, eme, nem is tudom, megszállottság alatt konkrétan megöli a saját mesterét gól, és miközben, a mielőtt a mestere megölni a prédikátort, hogy gól felébredjen, és ne a prédikátorra hallgasson, ne kerüljön az utazó hatalma alá, hanem hogy ő irányítsa az utazót és annak a fényét, és uh, itt, itt már egy kicsit érzékeljük a Kabál hadseregnek a pusztulását mivel hogy ugye a nappusztítótól megfosztottuk, és a következő feladatunk az lesz, hogy felszabadítsuk az utazót. Na most eljutunk addig, hogy um, elkezdjük az akciót az utazó felszabadítására, nagy nehezen legyőzzük egy fél óra lövöldözés után legyőzzük Gold és végül az utazó ugye a meggyengült um, börtön alól, mert addig egy kicsit meggyengítjük a börtön, meggyengült börtön alól önmaga is ki tud szabadulni, és ugye um, miután legyőztük gólt, gólból kiszáll egy ilyen hatalmas szellem, szóval nem is tudom, hogy minek nevezzem, ugye, és, és megmutatkozik, hogy mennyire egy erős, um, Enemi volt, de az utazónak az ereje és hatalma konkrétan könnyedén legyőzi, miután uh, kiszabadult. És ahogy kiszabadul, egy ilyen energiafényt bocsájt ki magából, uh, ami végig megy az egész naprendszeren, nem hogy az egész naprendszeren, de az egész tejutrendszeren és a galaxisnak messzi-messzi pontjaiba, ahol uh, valamibe beleütközik, és ez a valami, amibe beleütközik ez a sötétség, és most először Destiny-ben megpillanthatjuk a sötétséget nem, mint egy alaktalan formát, hanem mint egy formát, aminek alakja van. Őrhajók, hogy is mondjam, űrhajók ö, által, tehát űrhajók az alakja annak a sötétségnek, az a, 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 annak, amiről szinte eddig semmit nem tudunk. Még mindig nem tudunk semmit, de már tudjuk, hogy van alakjuk, és e, harci űrhajók, stb. És ott vannak messze távol valahol, de figyelnek, és gondolom, hogy az utazóra pályáznak, hogy kik ők, azt még nem tudjuk, de ez nagyon sok kérdés vet föl az utazóval kapcsolatban, és ezt egy másik videóban, Úgyhogy, ha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel, maradj a csatornán, mert hamarosan feltöltöm azt a másik videót is, hogy kicsit beszélgetünk az utazóról. Nos, srácok, ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!